Örvendek. Szeretettel köszönöm a kedves nézőket is. Az a műsor, amivel készülsz, ugye az eukarisztikus kongresszus idején, azt a címet viseli, hogy Isten szeretők. Ez egy irodalmi zenés est. Igen. Isten szeretők. Ez nagyon szép cím. Köszönöm. A férjemmel közösen álmodtuk meg ezt a műsort. Idestova szerintem már lassan 4 éve. A Jó Szó esték, illetve Balázs Zsuzsa felkérésére született, és nagyon boldogok vagyunk, hogy például az Árszakra Fesztivál keretén belül mondhatom azt, hogy évente rendszeresen meghívják ezt az előadást, de már játszottuk Délvidéken, ugye én odavalósi vagyok, Jászberényben, szóval örülünk, hogy van egy ilyen utóélete ennek az előadásnak, ami hivatalosan egy egyszeri alkalomra született. És már sokat szor adják. Igen, igen. Igen. Kezdjük talán onnan, hogy te, és nem tudom, hogy kettőtök nevében tudsz-e beszélni, hogy a férjeddel hoztátok ezt létre, hogy hogyan váltatok ti magatok Isten szerető emberré? Hát nekünk van egy nagyon érdekes előéletünk a férjemmel, ezt az Isten szeretőkben elő is nem előadjuk, mert pont azt beszéltük, hogy mennyire szerencsés dolog az, vagy kegyelmi állapot, hogyha egy színész a saját gondolatait, a saját bőrét viszi a vására, hiszen nem csak istenes versek, dalok szerepelnek ebben a repertoárban, vagy ebben a merítésben, hanem a saját történeteink is. És az, hogy mi Isten tervében, vagy Isten könyvében mi régóta jelen voltunk, és neki terve volt velünk, ez el is hangzik. Tehát, hogy mi nagyon-nagyon régóta kellett, hogy találkozzunk. Tehát én például kinéztem, ezt is elmondjuk az összeállításban, 16 évvel ezelőtt egy törökszentmiklósi kirándulás alkalmával kinéztem a férjem házát magamnak, amikor... De nem tudtad, hogy kinek a háza? Nem. És... Tehát sétálgatunk a barátnőmmel, és akkor egyszer csak láttam egy gyönyörű, szép, fehér, utcafrontos házat, szépen nyírt pázsittal, és azt mondtam, hogy jaj, de jó lenne, ha egyszer nekem egy ilyen házam lenne. És aztán 10-akárhány évvel később a férjem, amikor hazavitt bemutatni a szüleinek, akkor még vőlegényem, nem hittem el. Abba a házba, és a másik történet pedig, és ez is az isteni gondviselést példázza, hogy 2 évig ugyanabba a templomba jártunk imádkozni, még nem ismertük egymást, ugyanazon a helyen ültünk, és ugyanazokon a napokon, fél órás késéssel. Tehát ez érdekes, gondolom, ezt így utólag rekonstruálni. Igen, ugye, hogy... igen. Úgyhogy amikor a férjem megkérte a kezemet, akkor tanakodtunk is, hogy melyikünk üljön arra a helyre. Akkor ezek szerint mindkettőtök számára fontos volt az, hogy olyan társat találjon az életre, aki szilárd hittel rendelkezik. Igen, azt gondolom, hogy ez is egy nagyon nagy áldás, amikor, tehát színészként is nehéz párt találni, hiszen a mi hivatásunk, mondhatnám, hogy egy hétköznapi ember számára egy ilyen feje tetejére állított világ. Tehát teljesen más az életritmusunk, mi akkor megyünk előadást játszani, amikor mások már hazatérnek a munkából a családjukhoz. Tehát ez is, azt gondolom, hogy az ember párjától hatalmas toleranciát kíván, elfogadást. Arról nem is szólva, hogy egy hívő ember élete is azért egy sokkal mélyebb, sokkal tartalmasabb és sokkal másabb világ, mondjuk egy nem hívő ember számára, és ez óriási kegyelem, hogyha sem a színészi hivatásomat, sem pedig azt, hogy hívő vagyok, nem kell magyarázni a párom előtt, hanem azonos nyelvet beszélünk. Igen, mert az nagyon nehéz lehet, hogy van egy nagyon fontos területe az életemnek, amit nem tudok megosztani. Igen. Azzal, akit a legjobban szeretek. Igen. Igen. Nem is érti. Igen, ahogy mondod, magyarázni kell. Igen, és azonos nyelvet beszélünk, tehát, hogy ez hatalmas dolog, hatalmas kincs. És akkor mind a ketten otthonról kaptátok ezt az indítatást. Igen. Egy szerető, gondoskodó, hívő családból jöttünk, tehát hoztunk magunkkal egy ilyen, nem is tudom, tarisznyát. És akkor létrejött ez az előadás az Isten szeretők címmel. Kik szólalnak meg rajtatok keresztül?
Tóth Árpád, Reményik Sándor, akkor igyekeztem olyan musicalekből, zenés darabokból válogatni, amelyek szépen kifejezik az én hitemet, vagy Isten kapcsolatomat. Vannak benne hívő dalok is, illetve mivel én gyermekkorom óta zenélek, hegedülök, ezért néhány darab erejéig a hegedű is előkerül ebben az előadásban. A férjem mindig azt mondja, hogy nálunk az a leosztás, hogy ő a versmondó kisfiú, én pedig az éneklő kislány, de azért igyekszünk egy ilyen hibrid üzemmódra kapcsolni, tehát hogy a férjemet is próbálom rábírni az éneklésre, illetve én is elmondok néhány verset, például Ady Endre nagy kedvencem, a Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm című vers is elhangzik ebben az összeállításban. Tehát igyekszünk többféle korosztályt megszólítani, egy ilyen műfaji sokszínűségre törekszünk, és mindezt átszövik ezek a személyes vallomások, személyes történetek. És izgatott is vagyok, hogy például a Next színpadon majd ez a bensőséges hangulat, mert eddig ugye zárt téren adtuk elő, vagy hogyha szabadtéri helyszín is volt, például tavaly a Tiszakra Fesztivál, ugye a Ferences Kolostornak a kvadrumában az udvarán adtuk elő, tehát ez mind-mind egy ilyen intim tér volt. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy például ez az előadás, vagy ez az összeállítás a Next színpadon majd hogyan fog megélni. Ez a bazilika előtti színpad? Igen, igen. Hányadikán? 6-án, szeptember 6-án, 18:45-kor. Uh-huh. Tehát két akkor hét múlva. Igen, akkor már nagyon készültek. Igen, igen, és tegnap pont voltunk a bazilikában Szentmisén, és egy picit inamba szállt a bátorság, amikor megláttam azt a hatalmas színpadot, szóval, hogy ez mindenképpen kihívás lesz ezt megtölteni úgy élettel és gondolattal. Ja, én most nem akarok még plusz kétségeket itt a nyakadban, de ott közben meg az a forgatag. Igen. Ugye a könyvvásár, vagy a Szent István könyvhét, akkor a hungarikumok vására, igen, a sok járókelő, meg akik a bazilikát akarják megnézni. Igen, tehát és ez... ott ugye, azért az Isten szeretők vallomásai, hát, igen, megszólalnak, ami bensőséges dolog. Igen, úgyhogy lehet, hogy némi átgondolást is igényel, tehát pont azt azon hezitáltunk a férjemmel, hogy lehet, hogy a vallomásosságot egy picit jobban át kell ültetni majd a dalokba, a versekbe, a szövegekbe, de ugyanakkor mégis valamennyit azért meg kéne tartani ebből a konfesszió jellegből, úgyhogy tanakodunk. Tehát némi átgondolást, áthangszerelést igényel ez a nagy tér. Én is úgy vélem. Ez nagyon izgalmas. Hány órakor lesz? 18:45. Na, hát, mert ez nagyon nagy kihívás. Az biztos, igen. De ugye arra gondoltam, hogy Jézus arra kér bennünket, hogy akár a háztetőkről is hirdessük, igen, őt. Úgyhogy ez egyfajta ilyen háztető szituáció, ugye? Igen. Mert a háztetőről csak úgy lehet, hogy tényleg kiengedjük a hangunkat, és úgy belekiáltjuk az örömhírt valahogy. Igen, például nagyon érdekes, mert az első Ars Sacra megjelenés ennek az előadásnak az a Szent Kamil kápolnában volt, és nagyon érdekes, hogy ugye nagyon sok program volt párhuzamosan, és nem jöttek el annyian, első kör, mint amennyi emberre számítottunk, és nagyon érdekes, mert egyszer csak a kórházban látogató emberek így betévedtek, és azt mondták, hogy kíváncsiságból, mert hallottak valami dallamfoszlányt, és beültek, és ott maradtak. És voltak közöttük nem hívő emberek is, és azt mondták, hogy valami ott megszületett, és úgy érezték, hogy maradniuk kell, és szerintem ez annyira gyönyörű, ez talán a legszebb visszajelzés. Vagy például volt ott egy kislány, akit ugyanúgy hívtak, mint engem, és a szülei betolták az összeállításra, és azt mondta, hogy annyira köszöni, és hogy most már a műtétre sokkal nagyobb bátorsággal megy, és ezek gyönyörű pillanatok, tehát ezekért is érdemes csinálni. Tehát akkor, ha jól értem, ti nagyon készültök, mindent megtesztek, és aztán azt a részét, hogy kik lesznek ott, kik hallgatják, hogyan is jön át ez, azt rábízzátok a gondviselésre. Pontosan. De egyébként tényleg soha nem volt még ebből két egyforma összeállítás. Tehát valahogy
Isten mindig a szívünkre helyezi azt, hogy mit mondjunk, és hogyan mondjuk, és azt gondolom, hogyha ebben bízunk, és ennek átadjuk magunkat teljes lényünkkel, akkor úgyis olyan mondatokat fog adni a szánkba a versek, a dalok, vagy a hegedű játékok között, ami elér, ha nem is mindenki szívéhez, de azokhoz, akikhez el kell érnie, el fog érni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és akkor én gondolom, hogy sokakban fölkeltettük a kíváncsiságot, hogy megnézzenek titeket, akkor 6-án a Bazilika előtt 18 óra. 45-kor. 45 perckor. Mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm.